Hát eljött ennek is az ideje. Sziasztok, én Laci vagyok, és ez itt a GameGeek. A YouTube riványdal fogunk foglalkozni, mert úgy gondolom, hogy ha tényleg komolyan szeretnék videókkal foglalkozni, akkor bizonyos trendig dolgokat nem tudok elkerülni, pedig nagyon-nagyon erősen törekedek rá az évek alatt, sőt én igazából... Hú! Valószínűleg tudtok róla, hogy a 2018-as riványda a világ legdislikeoltabb uh, videója a YouTube-on hatalmas egy botrányok minden, de évek óta kapjuk azt a gumicukorra felfűtött masszagos szart, amivel igazából az egy évnyi YouTube tartalma... Ah, amit már tírek se bír. Egy évnyi YouTube tartalmat valamilyen színes szagos köntösbe raknak bele, nagyon sok pénzért leforgatják és belerakják az arcunkba. Ez az elején még nagyon kreatív és, és, jó dolgokat is csinált, vagy legalább részleteibe, olyannyira, hogy mondjuk például a magyarok is próbálták ezt lekopizni. De nézzük, hogy mi lesz a 19-es. És miért érdemes szerintem erről beszélni? Igazából már a legelején meg fogjuk kapni arcba az egészet, hát ugye visszahozza az időt oda, ahova lehet, és jó sok dislike tud termelni. A 19-es Rewind egyből a 18-assal kezd, nagyon kreatívan, és elmondja nekünk, hogy ez egy borzasztóan dislike videó, ugye azt hiszem 16 millió dislike van a videón, gratulálok, és egyből olyan durva pofán minket, hogy az valami hihetetlen. 2018 We made something you didn't like. Már most, már most. Így. Érted? Nem az van, hogy nekünk nem tetszett valami, nem, bazd meg. Csináltam valamit és te nem lájkoltad. Mert neked lájkolnod kell, ugye? Tehát, hogy érted? Tehát ez mi? Hogy lehet egy ilyen mondattal kezdeni azt, hogy nem az, hogy fölraktam egy videót, ami szar lett, és nem tetszik nektek, úgyhogy diszlájkoljátok, vagy nem lájkoljátok, ha még nem is diszlájkolod. És vagy, vagy, vagy fölraktam egy új videóklipet, ami nem lett, nem lett, híres, és ezért nem lájkolják. Nem. Én fölraktam valamit, és te nem lájkoltad. Jó kezdés. Na nézzük ebből mit hozol ki. Itt van 2019. Nézzük meg, hogy te mit lájkoltál. Tehát, hogy ennél jobban az arcodba olvasni azt, hogy majd, hát csak azt kéne ide, majd, mert te aztán jobban tudod. Ugye? Én már tényleg ezt vártam, és akkor kiírja. És kiírta az meg. Mert hogy te majd jobban tudod. Hát az meg, hogy én döntsem már el, hogy mit lájkolok és mit nem. Tehát most már jelenleg a youtube ebben egyből az arcunkba tolta azt, hogy jelenleg a platform mit akar, amit föltöltesz, azt lájkolnod kell. Alap. Ennyi. Sőt, a te hibád az egész. Most remélem magadba szálltál, mert hogy te jobban tudod azt, hogy mire Na nézzük. És akkor egy akkora arcpirítás, és ott növekszik a szám, Látjátok? Szerintem a koncepció nagyon jó, olyan szempontból, hogy ez egy ötletes dolog, hogy oké, akkor nézzük, hogy mit lájkosz. Itt egy cipő igen. Tehát, hogy ott, ott ettek egy cipőt. Tehát, hogy oké, okay, még ilyen százezres lájkoknál még azt mondom, hogy előjönnek ilyen tartalmak, de ez annyira arcba olvasós, hogy igen, akkor nézzük azt, hogy mit lájkoltok, jó te paraszt? Már csak így ezt kellett volna mondani. Mi a idó? Nem tartalak semmibe, ez már így az elején elkezdte a videóval. Tehát, hogy ezt üzeni nekünk, nézőknek, hogy nektek megvan a dolgotok, beállsz, feliratkozol, lájkolsz, az kész. Tehát, hogy az, hogy te, te mit akarsz, az engem nem érdekel. nyom meg a rohadt gombot. Oké, oké. És rendszer szerint ezt, ezt erőlteti ránk. És néztem rengeteg videót, némelyiket tudom, hogy milyen videóról van szó, de ugye természetesen most már menjünk az 1 millió like közelébe, úgyhogy mondjuk sportesemények, amikőben tök normális, mert nagyon ügyes volt a kis csaj, nagyon szépen megugrott a dolgokat, nagyon hiszem aranyat is nyert, úgyhogy gratulálok tényleg. De azért benne vannak, hogy igen, tehát most így elkezdjük a, sor, elkezdjük a, listákat itt szépen, most meg fogjuk látni azokat a tartalomgyártókat, akit a legjobban lájkoltunk, és ez alapján szépen sorba rakják. Mondom, a koncepció nagyon jó. És akkor szépen elkezdik felrakni, de azért belerakta, hogy 19, oh, da. Tehát ebben kezdődött a 18-as uh, Rewind, ugye, ahogy Will Smith így, re, a YouTube Rewind, da. Oké, okay. szépen felsoroljuk a, a, tartalomgyártókat, és, és látjuk azt, hogy ugye ki a leglájkoltabb, csinált egy top 10-es listát azt mondom, hogy oké, okay, meg, meg, azt mondom, hogy what the fuck. Tehát, hogy, tehát a tartalomgyártók közé fölugrik még, még a bácsi, aki a slime videót csinálja, meg a 54 hang, ez ki a tököm. Tehát, hogy ez akkora arcvalvasás, hogy nem is hallottam róla, de mondom, ez legtöbbször az én hibám, de oké, okay, valami francia csávó, birdboxos izé, annyira durán ilyen, ilyen szarkasztikusan, na majd te, na nézd meg, mit lájkoltál, te hülye gyerek, tessék. Tehát, hogy működne ez, tehát értem én ezt, és a lényege megvan, meg persze, meg értem én ezt, de basszus, ez akkor lenne jó, ha YouTube te külön meg közben azt csinálnád, hogy egy rendszer szerint azért próbálnád támogatni, hogy oké, okay, hogy vannak a, az internet a szórakoztatásról szól, főleg ez a videós, képes, nájngeges, YouTube videónézéses dolga, és ugye szépen emellett, hogy már használták a platformot sokant, elkezdett Mindenféle tartalom jönni videóklipektől kezdve, vagy a ősöreg időktől kezdve, a tanító tartalmakig, a játék a, a, kritika és egyéb feltörekvő, celebnek kinéző tartalmakig, és minden egyéb dologig. Hagyjatok már békén Youtube értesítő. <laughs> rendszer szerint én mit csinálnék? Van a fasság, mert az megy magától. Van a humor, mert az megy magától, mert kell az embereknek. Nem megölni kell. Van, van, van egy része, ami kell az embereknek. De rendszer szerint akkor mit nyomnék? Az oktatást, azt, ami úgymond hasznos, tőlem smink trükk is lehet, de basszus, ha ennyire okos a robotod, akkor szűrt ki, hogy a smink kedvelők között rakjad a smink trükköket, mert kellenek azok, és imádják a lányok, és ha én lány lennék, és ki akarnám magam sminkelni, én is biztos keresném a praktikákat, hogy hogy tudok még szebb lenni, még olcsóbb festéket használni, még kevesebb vagy még több festéket magamra kenni. Megértem, hasznos. Ugyanezt csinálom, amikor akarom megnézni a dotába, hogyan kell jobban metázni, hogyan kell jobban csinálni a hőst, vagy azt, hogy amikor megcsinálom a pörköltet, nagynéni, vagy nem tudom, a YouTube-os éppen hogy csinálja, és akkor onnan egy praktikát ezeknek megvan a haszna, de nem globálisan, tehát azért, mert a nagyinéni divatos a főzősek között, és egy kicsit nagyobb ugrásat érte el, akár százalékban saját bázisához képest, nem kezdem el tolni az egész világba. Azért, mert a Minecraft jó, vagy azért, mert egy-két vlog videó nagyon divatos, vagy nagyon humorosan sikerült, és megtanulták az emberek, hogy kell használni a marketinget végre a nagy nehezen, néha meg ott állnak, hogy én nem tudom, miért vagyok több milliós TikTok strár, azért, mert azt meg ráérzel a marketingre, azt se tudod, mit csinálsz, de tudod, hogy mit kell, vagy már eleve az olyan viccoldalkon nőttél föl, ahova kiskutyát, kis cicát, kisbabát, és, és még kisebb hörcsögöt töltenek föl. És abban lehet lájkot vadászni. Vagy szexel, mert avval mi, mindent el lehet adni. Vagy szexnek tűnő tartalommal. Oké. Okay. Engedjük el, engedjük el, mindjárt felrobbanok. Tehát a lényeg az, hogy ez ki a tököm kép, püdipálj. Oké, okay, leglájkoltabb tökö és ki az első, Mr. Beast. Jönnek a zenék. Csak úgy mondom. Ja, de nekem az, az fáj, az fáj igazából, már bocs, hogy ilyen, ilyen, ilyen hosszan nézzük ezt a videót. Ami fáj, az az, hogy az emberek ezt még meg értik. Re, nem rengeteg, de kicsit próbáltam utána nézni, mi a vélemény a riványról, mi a reakciók a riványról. És két dolog van, vagy valaki elemzi, hogy gyerekek ez egy szarkasztikus arcvállalvasás, hogy te majd aztán tudod, és akkor itt a lájkolód, és akkor ezt kaptad. Mert neked erre van szükséged. Emellett különben a YouTube az önmaga riványját szerintem kurvára leszarta, ezt majd mindjárt beszéljük a végén, amikor már teljesen látjátok. És mi van? Na mi van? Na és mi van? Azon, hogy az emberek azt látják, hogy PewDiePie, imádtam ezt az esküvőt olyan szép. Érted? Tehát, hogy meglátja az előadóját, és újjong, és üvölt, és őt imádom, rózsát oszt, hát rózsát oszt az utcán, ingyen a gyerekeknek, vagy a nőknek, bocsánat. Barom jó. Barom jó. King of the YouTube. Ötletes tartalom. Én is tudok csinálni ötletes tartalmat. Bár uh, korlátozott vagyok, <laughs> de ilyet, mindenki tud. Tehát ilyet, ilyet úgymond mindenki tud. Persze, és itt hozzá kell tennem, hogy amikor csak ezt a részét halljátok, avval nem kell foglalkozni, az az irigykedés, hogy mindenki tud, ilyet minden. Igen, ez, ez, ez nem kreatív, oké, barátom, csináld meg. Tehát, hogy oké, ilyet mindenki tud, igen. Tudjátok, van az, a, van az az opció, amikor van a világ megváltó több milliárdos ötletet, hogy ezt kell csinálni, és van az a felfogás, hogy ezt az ötletet nem adhatod ki senkinek, és el sem mondhatod, mert onnantól kezdve elbuktad, és mások vannak kaszálni. Aha, én meg azt mondom, hogy nyugodtan mondd el bárkinek, mert azért, mert van egy milliárdos ötleted, azért azt meg meg kell csinálni. Ava dolgozni kell, ava fejleszteni kell, azt véghez kell vinni. És ez a durva, oké, hogy bárki meg tudja csinálni én is felvettem volna videót, hogy lemegyek a borároson, és osztogatok rózsát, aztán valószínűleg, na mindegy, akkor lehet, hogy ne a borároson, de valahol egy szebb környéken, osztogatok rózsát, és rengetegen lájkoltátok volna a videót. Igen, de nem mentem le, nem vettem rózsát, nem kezdtem el osztogatni, és nem csináltam meg a videót, úgyhogy járhat a pofám, hogy ilyet mindenki tud, de nem csináltam meg. Úgyhogy mindig, mindig figyeljetek erre, hogy ez a, van ez az irigykedés, és van az, aki irítkedés, de attól még elismered, hogy igen, olyan dologhoz nyúlt, ami működik, mert nem hülye, mert nem akar olyan dologhoz működni, nyúlni, ami nem működik, és meg is csinálta, úgyhogy hogy a munkát, grat. Attól függetlenül, hogy sajnos olyan is van, hogyha leturbixolsz egy iphone az is munka, mert leturbixolod, meg dolgozik a gép, meg elindítottad, meg fölvetted, meg ott az iPhone. Igen, csak hát más a rózsás videó, meg más az iPhone, jó? Hát próbáljunk különbséget tenni, de értitek, meg is kell csinálni. Tehát nem az, olyan millió dolláros ötlet, és akkor lehet fikázni mindet, hogy ő miért töltötte föl. Hát azért, mert volt esze, meg... volt esze, hogy ezt kell feltölteni. Vagy nagyon ráérzett, és fogalma sincs, hogy mit tölt föl. És persze belerakta a munkát, stb. is megcsinált. Oké, okay, jönnek ezek a zene videók, amik én egy-kettőt hallgatok, de én nem vagyok egy nagy zenész. Ez például nagyon tetszik, de az animáció miatt, úgyhogy majd erre rá fogok keresni. Oké. Okay. Itt is sorban vagyunk állítva, minden zene. Biriel is negyedik lett, pedig azt én is lájkoltam. Hihetetlen, csak negyedikig itted Blackpink, őket szeretem. És ők a, durva, a BTS. Azt vágjátok úgy, ők a legnagyobb 24 órán belüli, izé, jumpingot nyomták a YouTube-on? Tehát ilyen nulláról felregisztrál csatorna és izé. ez a, ez a koreai, azt hiszem ők is korai poposok, ugye? Csapatban, de hát hihetetlen. Néztem róluk egy interjút. Hát, igen. Hagyjuk ebben, ne is menjünk bele, az külön videót megér. Oké, okay, táncvideók, tánc tök aranyosak. Táncolnak, ügyesek. És akkor a leglájkoltabb. A a számokat érdemes nézegetni. Üm, tehát, hogy például egy tánc videó, ami, ami tök kreatív, meg, meg ügyesek, meg tehetség is kell hozzá. Mekkora a like szám. És jön a gaming. Gaming. <laughs> és jó, jó pillanatban állítottam meg. A gaming szekció királya. A Minecraft. Oké. Okay. Na nézzük! Arról szól, hogy Roblox. Ez tényleg annyira jó? Jó, ezt én nem is ismertem, Free Fire. Oké, okay, GTA 5. Jön egy, gondolom egy Fortnite. Jó, és akkor Minecraft, azt nem tud legyőzni semmivel. Király. Ja, ezek az átvezetők nekem különben tetszenek. Oké, okay, a beauty videók. Mondtam, hogy erre van szükség, mert van haszna annak, akit érdekel a beauty. Hú. Akit, igen. Hú, oké, okay. uh, figyelj, gyerekek, a NFS-be én is uh, mellé nyúltam a karakterválasztásnál, de kitartok. <kül> oké, okay. tehát, itt is érdemes azért nézni a szám méreteket, de ha jó, ez egy kategória, oké. Okay. Nagyon jó, hogy összehozod a kategóriákat, nézhetünk zenét, nézhetünk stb. Mit néztük, várjál? A uh, kreatort, oké, okay. oké, okay. kreator. Itt például azért, láttátok, hogy azért bizonyos kategóriák, amik jelentős mértékben vannak a YouTube-on, mégse kerültek bele, tehát ha, ha, ennyire arcba akarod tolni nekünk a szemetet, vagy az, hogy meg akarod mutatni, hogy mi miért vagyunk ilyen szarok, akkor miért nem raktad föl a kinder tojás mutogatós gyerekeknek, vagy a gyerek tartalma, a YouTube probléma van, na mindegy, de értitek, tehát ha csak a számokat akarod az arcunkba tolni, és így ebbe akarsz nekünk bemosni, akkor a szarokat miért nem vetted elő? Tehát te oké, okay, hogy a kreátorok, meg stb., de hogy vannak olyan borzasztó tartalmak, ilyen egy-egy videók szintjén, és ami, Hát direkt utána, utána néznek, hogy kivették a listába, de akkor is oké, okay, Most Like Creator, oké, okay, videóklip, ősöreg YouTube be, be kell rakni, játékok, ősöreg YouTube, uh, vlog és beauty, ősöreg YouTube, hogyha be kell rakni, de basszus, e, ha ezt most kezembe venném a platformat, akkor kiegészíteném olyanokkal, hogy <tosz> <tosz> ne, nem tudom, legyen és az mondjuk akkor még populáris is, de oktató jellegű videók, akkor olyan videók, ami, ami pont az, ami különben nem termel annyi bevételt, úgyhogy majd törölni fog, szépen lassan, meg hozod a kopa meg egyéb dolgokat, de úr is, tehát tényleg egy oktató videó, aki gyerekeknek szól, és próbál valamit tanítani, és nem terve árbevételt, azt most ki fogod írtani, à, mindegy, jó, ez, ez, plusz egy videó, de értitek mi a bajom, tehát hogy ne akkor kritizálj és csináld azt, amikor te te a saját rendszeredet fejed már meg, hogy minél jobb legyen, azt mi vagyunk, ha hibásokkal nem lájkoljuk, ugye? Na jó, mindegy, menjünk tovább. Oké, okay. ez nagyon tetszik. Új kreátorok, mind országok szerint kiemelve, mind hogy akik így first upload február 11, 2019, és akik nagyot nőttek, nagyokat lájkoltuk, de azt hiszem a legtöbb feliratkozó és a feltöltés valahogy így jön ki Ugye, first upload és a, fe a feladatkozó szám. Tehát a legnagyobb ugró, ugró. És nézzek, vannak benne tök... Né, épít... főz, főzőműsor, hihetetlen. Tehát, hogy ezt például becsülöm, hogy ezt beleraktad a tényleg a Tehát ez nekem tetszik ez a része. Tök mindegy, mivel aki ilyen gyorsan tud növekedni, az vagy nagyon okos, vagy megfogta a rendeket, vagy, vagy, különben nagyon jó olyan dolgot csinál, amire valamiért szükség van. És nekünk, mert mi néztük meg, ezt nem tudjátok letagadni. Ez a nagy olvasás, ezt a lájkot, like ezt a feliratkozást, és ezeket a dolgokat te nem tudod letagadni. Ezt te csináltad, kész. Nem lehet azt mondani, hogy ez izé. Az mondjuk alá, aláírnám, hogy attól még Azért lájkoltunk meg, azért erre iratkoztunk föl, mert ezeket a tartalmakat nyomod az arcunkba, kedves YouTube. És az viszont a rendszer szerint már te dolgod. Tehát ebben van egy kis belenyúlásod, de, de aláírom. Oké. Okay. Most azokat látjuk, amit nem figyeltem. Két videó vív. Ja, legnagyobb, legnagyobb Oké, okay. Mr. Beast, nagyon jó volt a faültetés. Fej, perfect dude, vagy dude perfect. Oké, okay, persze, ez is nagyon jó. Jó, kapta egy lambót. Hát ez alap. Ezt nézni kell. Ez amit én kaptam egy ps -t tök aranyos ez a srác, rá fogok keresni. Pencilmation, ez meg viszont valami nagyon aranyos animációs, ami nekem valamiért nincs meg. Oké. Okay. Tehát itt, itt azért megvannak a nagy klasszikusok, és PewDiePie vezet. És nem tudták elvenni, és bele kellett rakni, és igen. Amikor olyan kritikát, ha azért próbál ilyen videót csinálni, hogy, hát ha látok benne értem és gondolatot, de lehet, hogy csak én rétselek, és nem is vezet benne, egy se. De hogy 18-as YouTube Rewind, azért lehet jó, mert benne van PewDiePie. Te, és ezt nem egyszer hallottam. Tehát ez nem egy emberi elszólás. Oké. Okay. Uh, 18 as YouTube rewind. Uh, ugye unalmas. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Mit mondtak még? Ja, hogy ez az újongás a kreatorokra. Tök mindegy, hogy te már mit látsz. Mi, te most, most itt éppen megnyalogatja a gyémánt izét meg kiadták neki, hogy tök... Olyan videó, olyan videó részletek is vannak benne, ami önmagában... Borzasztó a Nem lett tőle rosszabb vagy jobb, vagy nem is tudom. Tehát, hogy érted? Van egy szint, miután már nem rontasz vele semmit, de. Pú. Amikor az, az van, hogy nem a tartalmat látod, hanem a szemét, aki ott van. És tök mindegy, mit csinál. Ott vannak a reakcióideók, és újongás van, hogy ő bekerült. Ott van, ott van. a képbe. Ezt valahol megértem, mert a YouTube Rewind régen úgy indult, hogy oda presztíz volt bekerülni, és annak is volt hírértéke, vagy, vagy, vagy mm, súlya, hogy most PewDiePie-t berakták, vagy nem, most kikapja meg a 100 milliót, ő vagy nem, és akkor és a tíz... tehát, tehát, értitek, ennek volt súlya, ilyen szempontból valahol megértem, amikor meglátod az egyik kedvencedet, hogy basszus, az éves rewind benne van. Ezt így, oké. Okay. De én úgy vettem észre, hogy nem erről szól, hanem mindjárt átvett a másik irányba, ott egy kreatort! Szaladjunk, play it, megy a wc tehát hogy ez, érted, tök mindegy, csak lát, mindegy, hogy mit csinál, mindegy, hogy mit képvisel, ő egy kreátor! feltűnt a képernyőn, ujjunkunk. Nem tudom, hogy ez jó-e, vagy nem, vagy hogy nem jó-e. Oké, okay. most igen, ezeket mit csináltuk, tehát hogy ha nem jött volna át, akkor azért még egyszer elmondta, hogy tudod, azért emlékeztetlek itt a videó vége előtt, hogy azért ezt mind te csináltad, tehát hogy majdnem, hogy ezekért te vagy a hibás, tehát így is lehetne akár fordítani, oké. Okay. És akkor itt itt megjöjjön egy nagyon jó rész, tehát hogy kiemeli azokat, akik ugye uh, large spanish speaking, nem tudom most watched, uh, első francia uh, bűvész videó, akkor nem tudom, első 10 millió, kurzegisztánból, education german, oké, okay. ez például nem értettem ezt a részt. Többször videóig néztem, de nem tudtam, hogy ott miről akar beszélni. Oké, okay, ki kikaptam meg az első 100 milliót, az első sportcsatorna, Európai sportcsatorna elérte a 10 milliót. Uh, egy videóvív egy videóval. Első török uh, kreátor, aki elérte a 10 milliót. Ezek tök jók! És ez eddig igen, és itt a BTS ugye a legnagyobb 24 órás debut. Puh! Tehát, hogy ezek viszont olyan statisztikák, ami az nem biztos, hogy eljutsz, bár mondjuk elég sok híroldal van, és meglovagolják ezeket, de érted? Tehát ezek tök hasznosak, és tetszerek is, hogy igen. És ö, a legkisebb afrikai országból is most már elkezdett egy kis izé youtube és, és, most megépítette az agyakházakat, és már annyira népszerű, hogy már 18-at építi, és igen is emelt ki, hogy basszus, kismillió, nem tudom, közép-afrikai országból, jó az első, aki elért az 1 milliót, vagy 10 milliót, vagy ilyenek. Durva. Tehát itt tényleg ez olyan, hogy, uh, ez ezt beleraknék egy riványba. De. És most jön, mert már végez közeledünk, vége van. Tehát, hogy ennyi volt, egy arcbolvasás és egy lista. Oké. Okay. Az ötlet nem volt rossz. Az üzenete nagyon vérci ki olyan szempontból, hogy te miket csinálsz a platformmal, kedves YouTube, de azt mondom, hogy az üzenete nem volt rossz visszadobni az arcba, hogy ugye, hogy hát mi vagyunk a parasztok, hogy nem lájkoltuk. Akkor nézzük az eredményét. 2,6 millió like, 6,3 dislike. Ö, úgy gondolom, hogy aki ezt is diszlájkolja, az már csak fölült arra a móka vonatra, hogy a YouTube Rewind tavaly is legnagyobb diszlájk, izé most is dobjuk rá, ez, ez, kell, mert, mert úgy különben is meg, hát mérne, a YouTube aztán nekem ne... oké. Okay. Meg szerintem egy része van, aki azt mondja, hogy meg. Viszont azok, akik lájkolták, és én is azért lájkoltam ezt a videót, mert úgy gondolom, hogy amikor tényleg már annyira eltaknyolta a vanília cukron, hogy egy ilyen videót raktál össze 18-ba, ami, amit már, már tudom, hogy össze akartad fűzni a tartalmakat, és színes, szagos, hangos, fangos, vélesztős, fölpuffanásos dolog legyen, de nagyon szar volt, és üzenni kellett neki, oké. Okay. Utána az arcomba vágja, hogy a statisztikák szerint mi ezt nézzük. Amit fél, fél és húzással elfogadok, mert a statisztika azt viszont azt enyúz hozzá, mert ha rámegyek a rohadt felkapott oldalra, érdekes, nem azokat látok, amit én kedvelek. Pedig aztán van elég robotod, meg elég intelligenciád ahhoz, hogy már mint az iajakra gondolok, hogy megtanulhass, hogy például akkor a felkapottakba TCS sagmá azt, ami mondjuk engem érdekel. Mert a gamingbe se találom meg azt, ami engem érdekel, de rámerőlteted a te szerinted szuper statisztikailag összeállított felkapott listádat, vagy nem tudom. Ú, vagy a többiek véleményét akarod rámerőltetni, mindegy, hogy, hogy nevezzük. De én szerintem, aki az előzőt disztájkolta, mert szart csomagnak érezte, és most megkapta ezt a listát, annak szerintem kutya kötelessége lájkolni, like <laughs> ez de hangzik. Azt szerintem lájkolhatja, like mert úgymond megkapta azt egy statisztikát. Na viszont itt megértem, a ilyen szempontból eddig lehetne lájkolni, like és akkor jön az a rész, hogy viszont ennél többet érdemlünk. Tehát egy olyan platformon, ami már iparág, és iparágak is kapcsolódnak hozzá ehhez az iparághoz, és nagyon sokan élnek belőle, és minél többen akarnak, és minél jobban élni belőle, ott ezt nem engedheted meg, hogy ez legyen egy divide. Meg lehet sértődni, és bele lehet olvasni, de ez egy havi záró, könyörgöm. Tehát ezt havonta megcsinálhatnád, mert a büdzsé is kb. Tehát itt most nem tudom hány száz millió dollárt, vagy nem tudom, hogy hány millió dollár volt a forgatási költség szerintem az előző rivájdoknak, meg a sztárgázsi, meg stb. Szerintem a statisztikai videóhoz nem is kellett. Tehát maximum az átvezető részekhez, de még azt is. Tehát az, összes, aki nem, nem lát, az összes videót, ami ebbe benne volt, az, az összevágták meglévő videókba. Tehát egy gram felvétel nem volt benne olyan, amit azért forgattak, hogy ezt megcsinálta a 19-es rivájt. Ezt szerintem nem engedheti meg a rendszer. Ezért szívesen diszlájkolnám. Megmondom őszintén, azért, azért lájkoltam, mert ez nekem, hogy volt benne ötletes rész is, amiket ugye kiemeltem, és ez, hogy megmutatott, hogy mi történt az elmúlt egy évben, ez volt a Rewind funkciója. És a később ezt mazsoláztad át krémessé, és próbáltad úgy átadni, de abban már elveszett a funkciója a Rewindnak, amit most valahogy a 16 millió dislike a visszahoztunk, mert a funkciót azt visszakaptuk, csak ez viszont már unalmas az embereknek. És ilyen jó, hogy a te, egyik szarba harapja, a másikba meg nem tudom kóstolgass, de az embernek tényleg semmi se jó. Tehát, hogy ha, azt, ha azért Dislikeoltátok, dislike mert nem kaptátok meg a funkciót, mert már szar Most megkapjátok, ez már unalmas, akkor most mi van? Ez se jó, az se jó, ez már ilyen eh, az sem, eh, Egyek pirítós, nem, eszek tojás, nem Adjuk egy rendeljünk valamit, nem, menjünk el van? nem Oké, okay. tehát hogy amikor semmi se jó, akkor már nem is lehet jó tartalmat csinálni Azért sok oldalról tényleg jellemző a dolgokra Na, de, de, de ennyi Ennyi, tehát hogy ez ö, volt benne jó ötlet de szerintem nem elfogadható még akkor is, hogyha annak sem, hogy vissza hozni a YouTube Rewind funkcióját, mert, mert ha azt akartad volna, akkor ez nem 5 perces lehetett volna, hanem 8 vagy 10 legalább, és még belefért volna olyan, ami megéri az említést arról az egy évről, ami most történt és, és, és basszus, rak bele a hülye szabályaidat is, és annak a reakcióját is. Basszus, én bemutatnám neked szívesen azt is, hogy mielőtt bevezettük a kopa és most, hogy bevezettük már biztonságosak a gyerekek, hogy nem tök minden, valamit rakjál bele, mert remélem legalább te hiszel benne a hülyeségeidben, amivel próbálsz minket, meg a statisztikáidat befolyásolni. És az hogy nem csak azokat befolyásolod, mert tudod, a statisztika az olyan, hogy aki mutatja, és amit akar bele mutatni, azt tudja megmutatni. Ugye az ilyen viszont ő hozzányúl statisztikai értékek hogy alakulhatnak, amikről borzasztó és ezért hogy mindenki el a platformról, aki teheti. Hú, de ez már megint egy másik téma, hogy nem akarok ugrálni. Ez volt a YouTube Rewind gyerekek. Fura, hogy ez, de ez. Ami egy zárónak is megfelelő, és a büdzséje is kell bügyen hogy minden hónapban meg tudnád ezt csinálni, hogy ki mikor nőtt, mekkorát, kicsit kisebbek lennének a like, meg a feliratkozó számok, de attól meg ezt a statisztikát szerintem alapvetően is húzza valaki a, 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 a cégnél. Úgy is vannak ilyenek, sőt vannak oldalak, amivel meg tud figyelni a kreátorokat. Bőven lehetne. És a másik az, hogy és ez viszont tényleg nem az irítség és nem az izé, hanem a lehúzás része. Ezt bárki megcsinálja. Rengeteg videós van, aki legalább ilyen, de inkább jobb minőségű, akár a live-jából lévő voidot összerak, vagy egy top listát abból, hogy valamit el akar mesélni. Tehát ez egy olyan szintű minőség, amit tényleg bárki meg tud csinálni. Oké, okay? tehát tényleg. És. Oké, okay, hogy mi nem csináljuk, de, de csinálhatnánk, tehát minden kreator csinálhatná a havi vagy az évi zárására egy ilyen montást, És kömben csinálnak is, tehát általában divat, hogy karácsonyk egy ilyen évi montást csinálsz, és valamelyik jobb, mint ez. Úgyhogy, <laughs> ja, YouTube Rival 2019, és még éljek meg, és még te vagy megsértődve, hogy én nem lájkoltam a tavalyi videódat, meg, meg hogy. Nem a tartalmad volt szar, hanem én voltam a szar, hogy nem lájkoltam. Úgyhogy, uh, uh. remélem azért valami átjött. Én ebben szerettem volna nektek szolgálni, hogy, hogy egy kis gondolati összeszösszenet. Jó, aztán majd kiszedjük belőle azt, ami fontos. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, most meghallgattatok. Várom a reakciókat és a véleményeteket. Ti megnéztétek-e? Nem. Ö, hogy gondoljátok, van -e egyáltalán értelme ezt megnézni, vagy, vagy ki a tökön foglalkozik még a YouTube-bal, azt is elfogadom. És ha már YouTube rendszer, akkor természetesen ki szeretném emelni a GG tagokat, akik a támogatással segítenek minket. Mónika Doba, Pingvin, Patrik Gálos, Metatorián, Métengeri Zoknyelgesztő, Bessie Play, Mr. Stilvo, Botond Lázár, Mr. Prefibubus, Tomcsony, Szilárd Német, Mezrégy, 11 Hammer és Kókus Sajt. Köszönöm szépen a támogatásokat, és természetesen a GG szimpátia tagoknak is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, várom a reakciókat, mehetek vissza játszani. Sziasztok!